A műsorunk és a szervizparkunk támogatója a Gépdepó webshop és szakkereskedés. Rally Café magazin támogató partnere a Tahográf Control Kft. November 6 és 8-a között elérkezett az a hétvége, amire minden hazai rally szurkoló a legjobban várt az idei szezonban. Méghozzá a második Rally Hungary hétvégéje. Igazi sztárparádé. 37 darab R5, 51 induló, mindez 3 napba sűrítve. Pénteken a hivatalos rajtszeremónia és a Rabócsi ringen kijelölt 2,4 kilométeres paralel szakasz szerepelt a programban. Az üldözéses verseny Mikó Márciknak sikerült a legjobban. Szombaton az Újhuta Bózsva, a Füzér Abaújvári Elág, a Fóny Bóhuta és a Mád Disznókő szakaszok szerepeltek két körben az útvonallapon. Az hamar kiderült, hogy a magyar bajnokság első 4 helyezettje nem fog labdába rúgni a dobogós pozícióért. Vincéjéket a turbó állította meg 300 méter után, Turánék pedig defektet kaptak az első gyorsan. Hadik András és Velencei Ádám pedig a magyar értékelést tartották szem előtt, így az első kör végén a 11. illetve a 15. pozíciót foglalták el az összetettben. Ami az élmezőnyt illeti, Alexej Jukjanuk nyerte a szombati első gyorsot, majd Andreas Mikkelsen következett, aki alaposan begyújtotta a Top Cars által felkészített zsírúj Fabia erőt rakétáit. Megnyerte mindhárom szakaszt, méghozzá úgy, hogy füzéren megforgott, de még ez is belefért számára. The feeling in the car is really good. Jó az érzés az autóban. Reggel a gumiválasztást illetően egy agresszív döntést hoztunk a kemény abroncsokkal. Az első gyorsan nem működött megfelelően, veszítettem is némi időt, de a hosszú szakaszt nagyon megnyomtuk, és oda ez volt a jó választás. Megpördültünk, de még ezt is sikerült úgy menedzselnünk, hogy megnyerjük a gyorsaságit. Az utolsó két szakasz pedig elég trükkös volt a kemény abroncsal a murvás részeken, de egy jó kört teljesítettünk, leszámítva a megforgást. Az első három után már nagyobb volt a rész az idők tekintetében. A negyedik Oliver Solberg már 34 másodpercet kapott a versenyt vezető norvégtól. Az ötödik Gregoire Munster pedig azért tepert, hogy az RC1 junior bajnokságban csökkentse a hátrányát a kis Solberg ellenében. Legjobb magyarként Herzig Norbert zárta az első kört. Szenzációsak a pályák, igazi rali van, kicsit néha csúszik, van ahol nagyon jó a tapadás, mi nagyon élvezzük. Németh Gábor jelentős, 50 másodperc lemaradással követte Herziget a 6. helyen. A Peugeot-s versenyzőt a Vogel Notice duó követte, 43 másodperc hátránnyal a 7. pozícióban. Hát ez egy nagyon kemény verseny, igazából a saját problémámmal tudok a legjobban foglalkozni, szóval, hogy a Covid miatt ez a protokollok, ezek már nagyon megnehezítik a dolgunkat, és hát a gyorsaságig se egyszerű, ott benne az a nagy sár. Az RC2-ben ifjabb Érdi Tibor útban volt idei 3. győzelme felé, hisz gigantikus 4 perces előnnyel vezette a kategóriáját a közvetlen riválisa előtt. Igyekeztünk a mádi szakaszon egy picit látványosabban is autózni, a többi meg megpróbáltunk az időre koncentrálni. Vasárnap az Erdőbénye aranyos puszta, a Telki bánya rakódó és a Kőkapu Újhuta szakaszok szerepeltek két körben az időtervben, valamint a délelőtti gyorsok után a közel 6 kilométeres nyíregyházi etapon is autózott egyet a mezőny.
Reggel Mikkelsen ott folytatta, ahol előző este abba hagyta, hisz a leggyorsabb volt a 10. speciálon, ami a magyar szurkolók szívét igazán megmelengette, hogy Csomós Mixi volt a második legfürgébb a 124 km/h átlagot hozó pályán. A zárókörben Jukjanuk bezsebelt még két szakaszt, amivel a leggyorsabbnak bizonyult vasárnap, az összetetben pedig a 13. helyre lépett előre. Oliver Solberg megnyerte a Power Stage-t, ami az abszolút negyedik pozíciót jelentette számára. A svéd csodagyerek a bajnokságban 15 pontot faragott a hátrányából az orosz Torpedóval szemben. Igaz, még így is tetemes a hátránya a 2018-as Európa-bajnokkal szemben. A kis Solberg az utolsó futamon így nem is ezt, hanem az RC1 junior bajnoki címét veszi majd célba, ahol 3 pont a lemaradása Munsterrel szemben. Fantasztikus hétvégénk volt itt Magyarországon. Az ország gyönyörű, a szakaszok pedig nehezek és csúszósak, szóval izgalmas hétvégénk volt. Tegnap balszerencsések voltunk a defektel, ezért ma a 9. helyről szálltunk hartba és 4. zártunk. Majdnem meglett a 3. hely. Egy pici hiányzott, de a nehézségekkel együtt is 4. lettünk, szóval elégedett vagyok. A junioroknál pedig jelenleg 3 ponttal a 2. vagyok. A norvég fiú végül 1,5 perccel diadalmaskodott Nyíregyházán. Jó hétvégénk volt. Hamar az ére álltunk. Amikor szükség volt rá, akkor nyomtuk, amikor pedig megvolt a megfelelő előnyünk, azt kontrolláltuk. Nagyon nehéz körülmények voltak az egész hétvége során. A tapasztalat volt a kulcs. Igen, nagyon boldog vagyok, hogy nyertünk. A belgák 21 esztendős tehetsége, Grégoár Munster, akinek az édesapja és kiváló versenyző volt, pályafutása első ERC dobogós helyének örülhetett. Kiváló eredményt értünk el, az abszolút második és a junior első helyjel. A junior értékelés volt a fontosabb, az ezüst pedig igazi bónusz. Nagyon trükkös verseny volt, szóval nagyon örülök, hogy itt vagyunk. Nem csak a második, de a harmadik helyezett is az első abszolút érmét szerezte a Rally EB-n. Ez az első dobogós helyezésünk az ERC-ben. A legjobbunkat nyújtottuk, tudtuk, hogy hosszú lesz a verseny. A defekt veszély és a sár igazán megnehezítette a dolgunkat. Épp ezért igyekeztünk csak 80-85%-on teljesíteni. Ma délután harcba szálltunk Oliverrel, támadtunk és megvan a dobogó, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Herzig Norbert és csapata rettenetesen közel volt ahhoz, hogy a 2018-as Ciprus rallit követően ismét dobogóra álljon az ERC-ben. Ez van, valamiért a sors nagyon nehezen adja, de azt gondolom, hogy előbb-utóbb majd egyszer csak beérik a gyümölcs. Soha semmit nem kaptam könnyen. Valamiért ez az EB-s szereplés is látszik, hogy egyszer-egyszer van egy-egy jó részeredményünk, de a nagyobb siker az egyelőre nincs meg. De nem adjuk fel, hiszen versenyzők vagyunk, és sportként tekintünk erre, amit csinálunk. Hadik András második legjobb magyarként a 10. pozícióban végzett a Rally Hungarin. A szuper rallival és rengeteg időveszteség árán is, de a nyíregyházi Trencsényi József teljesítette a Rally Hungarit. A 4. helyen Herzig Patrik végzett, az oldalán Bán Viktorral, akiket a német Adorján kettős követett 5. Ha nincs a két defekt, ifjabb Fekete Lászlóék akár a dobogóért is versenyben lehettek volna az RC4 kategóriában. Vogel Adritel kibányán az első körben közelebbi ismerettséget kötött az árokkal. A nézők kitették a csajok fordját, amit a lányok az RC4 7. és az RC3 5. helyével háláltak meg. A juhász testvérek egy vadonatúj Rally 4-es Peugeot-t állítottak csatasorba a Rally Hungarin. Trencsényi Vince szombaton hibázott, ami 13 percébe került. A nyíregyházi fiú ezek után sem adta fel, és becsületből teljesítette a hazai futamát. Az elrajtolt 51 párosból végül 39 ért célba a Rally Európa bajnokság 4. futamán. A műsorunk és a szervizparkunk támogatója a Gépdepó webshop és szakkereskedés.
Rally Café magazin támogató partnere a Tahográf Control Kft. A historik bajnokság mezőnye az ERC és a Rally 1 mögött teljesítette a komplett szombati versenynapot. Gyakorlatilag az ötödik gyors után kialakult a végeredmény. Persze ez a valóságban nem volt ilyen egyszerű, hisz az ót és gépcsodákat is végigkergették a versenyzők a sötétbe burkolózó zempléni pályákon. A győztes személye ezúttal sem volt kérdéses, hisz Wirtmann Ferenc és Kerekes Joti az összes szakaszt megnyerték, sőt, úgy diadalmaskodtak 4 perc előnnyel, hogy egy korai érkezésért kaptak 1 perc büntetést is. Nehéz feltételű verseny volt, de számítottunk rá, és az autót is úgy állítottuk és építettük be, hogy inkább többet bírjon ki, nem kell olyan izmosnak, erősnek lennie. Pont erre számítottam, sőt, még talán jobb is volt, mint amire számítottam. A tavalyi évből kiindulva az borzalmas volt, tehát esett az eső, vagy 2 héten keresztül minden felázott. Most 1-2 napot esett az eső, de a utolsó 2 nap nagyon szép idő volt, megszikkadt, egész jól lehetett autózni, jó körülmények között autóztunk. Csúszott az út, sok felhordás volt, de ezeken a pályákon szinte természetes. Hát 8-10 versenyre számítottam idén, és 5 versenyen álltunk rajthoz. A második, Krejcsi Bálint idei harmadik dobogós helyezésének örülhetett. A BMW sofőr ennek ellenére kritikus volt magával szemben. Igen, az eredmény az valóban nem rossz. Lehettek volna jobb ideink is, lehetett volna egy kicsit jobban oda tenni magunkat, de egy tény, az autó új, bár hozzáteszem, ilyen autóval vagy hasonló autóval azért én mentem már régebben, tehát volt némi tapasztalatom, hogy hogy épüljön meg, de ettől függetlenül új, kiforratlan még egy pár dolog, de alapvetően azt gondolom rendben van. Liesszel, Liszkowski Gabival, ugye idén megyünk először, ő nem is navigált még soha életében, tehát azért nehéz kezdet volt. Nekem is nehéz egy picit úgy megbíznom, ahogy korábban mondjuk Ivon Csabiba megbíztam, de ez nem az ő hibája, ez valahol az én hibám. Mi össze kell szoknunk, ő nagyon fejlődőképes, és szerintem rengeteget fejlődött. Én azt gondolom, hogy ha még sok munkát teszünk ebbe bele, akkor eredményesebbek is lehetünk, de ha nem is leszünk eredményesebbek, és Feribe után ott tudunk loholni, vagy jókat meccselni, én már rettentő boldog vagyok. Rácz Tibor és Hetesi Viktor bevállaló stílusa akárcsak tavaly, úgy idén is bronzérmet ért Nyíregyházán. Az első körben fűzéren kicsit lecsúsztak az útról, és megkarcolták a karikalámpás zsigulit, majd komoly csatába bonyolódtak a Suzuki-s Szőnyi Péterékkel, ami az utolsó szakaszon dőlt el a javukra. Teljesen elégedettek vagyunk, ezt nem is számítottunk erre az eredményre, ez több, mint amit mi reméltünk. Hozzátartozik az is, hogy sokan kiestek, nekünk úgy minden összejött, szerencsénk volt, minden jó volt, nem is számítottunk erre. Igen, ez nekünk kedvez, mi szeretjük a csúszós részeket, a sötétet nem annyira, de most azzal se volt baj, az időjárási körülmények is kedveztek nekünk. Nagyon jó volt, de igazából ez a MÁD, ez az, ami nagyon feküdt nekünk, meg Tibinek mindig tényleg ez a nagy dzsuva, ez az, ami nagyon-nagyon kedvez. Rally 236 párosa vasárnap Pálháza versenyközponttal csatlakozott az ERC mezőnyéhez. A nyíregyházi városi szakasz kivételével a másodosztály útvonallapja teljesen megegyezett az EB résztvevőjével. Az első helyért Fockó Ákos és Janovics Roland vívott szoros küzdelmet, ráadásul nem csak a futamgyőzelem, de az abszolút bajnoki címsorsa volt a tét. Az önmagában még nem is lett volna elég, hogy Janovics megnyerje a futamot,
Még a Power Stage pontokra is szüksége lett volna, hogy matematikailag életben tartsa az összetett elsőségről szült álmait. Igen, elég szoros a küzdelem, nagyon élvezzük. Jól állunk, tetszik a helyzet, szeretnénk ezt megtartani a következő körre. Egyébként, mivel Janőcs a második mögöttünk is, ő tőle függ, hogy bajnokok leszünk ezért most azért nyomni kell. Úgyhogy azt tudnám mondani, hogy egyébként ha mondjuk másodikok lennénk és ő nyerne a futamot, akkor a Super és a Power Stage, a Power Stage pontok döntenének abban, hogy tudunk elég pontot gyűjteni. Szóval nem nagyon dőlhetünk hátra, ha egyesek spórolni is akarunk. Egy apró pici hibánk volt, de összességében azt tudom mondani, hogy stabil autóztunk, úgyhogy ha nem fog különösebben begyorsulni és tudjuk tartani ezt a fajta tempót egymás között, akkor ez így jól fog kinézni. Egy árokjárás és egy defekt is hátráltatta Janovicsot. Roli pedig a szervízben mosolyogva meg is jegyezte, hogy egy kicsit talán vissza kellene vennie, de mindenképp szeretné megajándékozni a csapatát egy futamgyőzelemmel. Sziasztok! Hát igen, a harmadik gyorson kaptunk egy defektet a gyors felénél körülbelül, és 2 vagy 3 kilométert úgy jöttünk, hogy ott már felnin. Sajnos, de szerencsére nem kaptunk csak 3 másodpercet az Ákostól, szóval ezt még szerintem vissza tudjuk hozni a következő körbe. Most attól is függ, hogy meg lesz rendezve a következő verseny, vagy nem, ugye a vírus miatt. Ha meg lesz, akkor még van esélyünk arra, hogy szóval még bajnok esélyesek vagyunk. Az első 2 gyors után még mi váltunk az első helyen, csak a defekt az így lehúzott róla, de majd most a következő körbe ezt ledolgozzuk. Amúgy az első kör az nagyon nem tetszett, az nagyon nehéz pálya, nagyon szűk, és a gumis kanyarok azok sárosak, szóval én becsapós, mint az Eger pályán volt, csak ugye keskeny, szóval ott észnék kell lenni. A másodikon volt egy kis kalandunk, ott egy ilyen balegybe úgy leúsztunk az árokba, hogy a másodikig vissza kellett váltani, és alig jött ki a fűből, de kijött, szóval azért ott is kikaptunk, így második időt jöttünk, de lehet, hogy egy picit vissza kell venni az a helyzet. Hát amúgy sok helyen nem autózunk határon, szóval észre megyünk szerintem. Most bal szerencsénk volt a defektel, ott nem mentünk gyorsan, nem azért kaptunk defektet, mert túlvállaltunk valamit. Egyedül a 2-es gyorsan volt ez a becsúszás, ami kicsit sok volt. Russo Christian nem akart beleszólni a fiatalok adok-kapokjába, inkább a saját ritmusában teljesítette a szakaszokat. Ez kifizetődőnek bizonyult, hisz a pánházi bronz azt jelenteni számára, hogy az utolsó futam eredményétől függetlenül így végezne a bajnokságban, és akkor a Mikulás Rali helyett otthon lehetne a kislánya születésnapján. Hát az első gyorsan megmondom őszintén, tehát nem találom a ritmust, tehát nem tudok úgy lejönni, ahogy szeretnék. Szeretnék rajta gyorsabban jönni, de valahogy nem megy. Tavaly sem ment egyébként. Reméljük a második körre valamit kitalálunk. Nekem kell kitalálni azt, hogy tudok azon ritmusosabban lejönni. Az annyira nekem nem tetszik. Az erdőbénye az nagyon-nagyon jó gyorsasági, azt kedvelem, úgyhogy azon is szeretnénk, ha tudunk, sötétben is még egy picit gyorsulni, mert kellene, és szeretnénk megtartani ezt a harmadik helyet, hogyha sikerül. Hát Mikulás rallira, ha nem kellene, nem mennénk el, mert akkor lesz a kislányomnak a születésnapja, az első születésnapja, úgyhogy azon nagyon ott kell lennem, úgyhogy remélem, hogy itt jól fogunk szerepelni, és Mikulás rallin szeretnénk menni, de akkor család lehet, hogy fontosabb lesz, mint az autóversenyzés. Akkor még egy jó kört elkívánjára. Nagyon szépen köszönöm. Baksai László 2 kalandot is kimozgott a navigátorával, Erdei Zoltánnal az első körben. A 160 lovas kockával így is sokat vállaltak, és a második körben mindenképp szerették volna megszorongatni Russzóékat. Hát igen, ez a sportban sajnos a ha az nem igazán játszik. Igen, az első gyorson volt egy fordulásunk, ott a Craig Brain előtt forrottunk, az nagyon nagy élmény volt, mert kiugrott és vette telefonnal föl, és fölrakta az oldalára, hogy ottan szenvedünk, lefulladtunk, minden volt, de jót röhögtünk, összemosolyogtunk, ez jó érzés volt. A második az tiszta volt, ott elég jól lejöttünk, és a harmadikon sajnos, hogy beértünk az erdőbe, ott a felén ott megint egy kicsikét beforogtunk, ott leestünk egy nagyon nagy árokba is, és egyszer nem is értem, hogy jöttünk ide, de kijött az autó tolás minden nélkül. Úgyhogy negyedik helyen állunk, én úgy gondolom, hogy ennek a tükrében nem rossz ez így nekünk. Próbálunk tovább menni, most jön az esti gyors, sajnos lámpasorunk nem ad át a hegye, de hát majd kiderül, mi lesz vele. Hát figyelj, ez az autó, én úgy gondolom, hogy a Rally 2-es mezőnyben, ladák között, ez igencsak a hátsó régióban van, inkább azt mondom. Ez 18 éve lett versenyautó, ez nem tudom, hányszor volt totálkáros, ez a Zoli navigátorom, barátomnak a kocsija, átraktuk a cuccainkat, ebbe egy majdnem 15 éves hengerfej van benne, és aljal ott egy kicsit megcsinálva pár éve. Utcai leömlőkkel megyünk, 2 Weber van rajta, 160 lóerő az autó.
bátorsággal próbálja pótolni, de úgy gondolom, mert most a kormányunk is teljesen szar, akkor a holtjátékunk, hogy megőrülök. De hát fél, megyünk elő, nekünk ez a dzsúva, meg ahol eltűnnek a lóerők, az úgy jó. Hát Egerben sehol nem voltunk, de tudtuk is, mondjuk ott a végsebességünk is nagyon rossz volt. Hát próbálunk előre menni, sietni kell sajnos vele, igen, és emiatt benne van a hibázási lehetőség, jól látod. A két VD kupában Rónavölgyiék kiesése után Péter Pálék diktálták a tempót, míg a bajnokságban magyaribek Szabolcsik kerülhettek volna lépés előnybe, de a rutinos pilóta az első gyorson megütötte a Renault Clio váltóját, a fokozatok pedig szép lassan elbúcsúztak a szerkezettől. A csillagok lehullottak sajnos már az első gyorson, mert odavertük az alját, és úgy néz ki, hogy a váltónak, ahogy bemegy a rudazata a váltóba, azt sikerült tönkretenni. Még egy ideig voltak fokozatok, viszont itt az utolsó gyorsági már a rakodón már nem volt, sőt, négyszer megálltunk. Találtunk fokozatot, be tudtunk jönni vele, de mint kiderült, nincs fokozatunk semmi. Úgyhogy most a fiúk mechanikusan berakták harmadikba, és amit az előbb hallottál, hogy kaptam instrukciókat, az a következő volt, harmadikba menj végig. És ez ugye arra azért van rá szükség, mert két pont a különbség André és köztünk. Sajnos ők kiestek valamiért, neki megállt az autó, viszont tudjuk, hogy ez egy sport. És hát ugye akkor van vége, amikor vége van, és nem biztos, hogy a legszebb így nyerni, vagy így bajnoknak lenni, de meg kell próbálni, azt gondolom. Fordított esetben is így tenni, és aztán majd meglátjuk, hogy kikörtül-e kinek, és hogy lesz. Persze ez még nem dönti el, mert ha lesz felszperém, akkor utána, hogy André indul, akkor ott még tud pontot gyűjteni. Szeretnék már egy-két-három órával idősebb lenni, és mondjuk ugyanígy itt állni a kamera előtt, meglátjuk. A második körben Janovicsék kőkapun ismét átvették a vezetést, amire Erdőbényén Fockónak megvolt a maga válasza, a Power Stage pedig a zöld Lada ismét defekttel teljesítette, így 2018 után ismét Miskolcra került a Rally 2 abszolút bajnoki címe, hisz Fockó Ákos és Madarász Szabolcs három győzelemmel és magabiztos versenyzéssel felült a másodosztály trónjára. A Janovics Csáti kettős a vértes után a Pálháza Rallin is a dobogó középső fokán állhatott fel, és a bajnokságban is ezt a pozíciót foglalják el a szezonzáró Mikulás Rally előtt. A harmadik helyen Russzó Krisztián és Geró Gábor végzett, miután Baksolyék hatalmasat estek az ötödik szakaszon. A 44 esztendős pilótának eltört a legalsó csigolyája, amit elműtöttek, de szerencsére már jól van és otthon lábadozik. A 6x RC4 kategóriában Szetei Norbert, míg a két VD kupában Péter Pál bizonyult a leggyorsabbnak. Itt a szervizcsapat hősies munkája ellenére sem látta meg a célt, magyaribek Szabolcs és Kalapács Kornél. A csúszós pályák, a leereszkedő köd és az éjszakai sötét alaposan megrostálták a mezőnyt, hisz mindössze 18 egységért célba az első Pálháza rallin.